Teljes körű átfogó felújítás kezdődött a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium épületében. A korszerűsítés a székesfehérvári komplex oktatási célú fejlesztés elnevezésű projekt keretében valósulhat meg, mintegy 3,2 milliárd forintból. Január 20-án átadtuk a munkaterületet, és 15 hónap alatt teljes egészében kívül és belül is megújul a Tóparti bruttó 3,1 milliárd forintos állami támogatásból. Ez nyilván azt is jelenti, hogy kicsit most nehezebb lesz, és egyrészt türelmet és megértést kérek a tanároktól és a diákoktól, szülőktől a következő hónapokra. Természetesen a tanítása a felújítási munkálatok ideje alatt sem állhat meg, így a tanároknak és a diákoknak együtt kell élniük a szükséges kellemetlenségekkel. Ez egyrészt egy olyan külső homlokzati megújulást jelent, ami mindenki számára így látható lesz, és belül is teljes értékű lesz. Ez azt is jelenti, hogy egyrészt egy energetikai megújulásnak leszünk a tanúi, másrészt pedig belül az egész épületnek a gépészetét építik újjá, és teszik még használhatóbbá. A felújítások tehát több mint egy évig tartanak, azonban a tanulók és a diákok egy szinte kívülbelül teljesen új és korszerű épület előnyeit élvezhetik majd a munkálatok végeztével.